Hogy nem menne, ha? Na most az a helyzet, hogy itt van három pillanat. Ilénke, Alakka, Erzsike, a jóisten értesen őket sokáig. Valami van itt egy kedves szállásadó gazdánk, Katika, aki először van rokonszerten. Legyen ő is üdvözölve! Bizony Isten, és az összes születésnapot tudja! Ragadd meg az alkalmat és a basszusgitárt! Alakka! Célozd be! Dugd vissza a helyére! Gyerekek, következő a helyzet, hogy mindenki képbe legyen. Itt a szünetben nagyon sok kedves vendéggel beszélgettem, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt vagytok. Készüljetek a legrosszabbra, villanyagát meg tudjuk ismételni, ugyanis mi magunk is szerintjük, és van, aki kimaradt véletlenül belőle, tehát az mindenféleképp jön. De mielőtt ezt megtennénk, még lesz egy pár dolog. Először is például D. László kiskorú, akit ott láttok a basszusgitár mögött. Helyes Macó! Meghívtuk kedves vendégek, a Menj tovább című nagyszerű D-mobil slágerre meghívtuk őt, eljátszunk. Yeah. Utána majd meglátjuk, mi lesz, ezt nem is mondom előre el, azért nem, mert elfelejtettem és ülj előre. De nem, nem, semmi van. Tudom mindent. Tehát akkor menj tovább, Laco! Menj, támasz meg! Laco, menj! Aki tudja, énekelje velünk! Thank you.
pillanatos, segítünk Lacsonnak, köszönöm szépen. Megy a pillanatos, köszönöm szépen. Lacsokám, külön köszönöm szépen, hogy feljöttél. Nagyon-nagyon is vagy. Köszönöm szépen. Minden bulinkon szívesen látunk, kedves barátom. Nagyon köszönöm, Lacsikám. Viszont. Vagy látunk, más is játszunk. Jó, rendben van, mert egy másik buli, más is játszunk. Bele már össze, hogy próbálva. Na, oké. Lacsokám, tudsz. Kis segítséggel le fog tudni. Nagyon jó csinálni.